Ma is született egy vívóérem az olimpián. Márton Anna hamarosan a bronzért vív a női kardozók versenyében. Durvul a járvány Ázsiában. Tokióban arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon. Koreában 4-nél többen nem lehetnek egy helyen. Kábítószert árult egy fővárosi dohányboltban az eladó. A cigarettán kívül a pult alatt füvet és amfetamint kínált a vevőknek. És elöntötte az ár London, sok helyen bokáig ér a víz, épületekbe is befolyt, több utat le kellett zárni. Ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok, jó napot kívánok! Maradunk távol-keleten, Japánban, illetve csak most már a koronavírus a téma. Tokióban ugyanis egyre súlyosabb a járványhelyzet. A japán kormány ezért arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon. De más országokban is nagy a baj, soha annyi új vírushordozót nem regisztráltak, például Koreában, Maláziában és Vietnámban, mint az elmúlt héten. A szöuli kormány például szigorú óvintézkedéseket is hozott, 4 főben korlátozzák a gyülekezést, a vendéglátóhelyeket pedig 10 órakor be kell zárni. Hangos bemondókon figyelmeztetik a hatóságok az embereket Tokióban, ha tehetik, maradjanak otthon, mivel újra meredeken emelkedik a járványgörbe Japánban. Egyetlen hét alatt több mint 27 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ilyenre utoljára májusban volt példa. Kamionokon hordozzák körbe az információs táblákat, és szóróanyagokat osztogatnak az utcákon, hogy minél több embert elérjenek az egészségügyi óvintézkedések. Bár egyelőre kevés kötelező érvényű korlátozás lépett életbe, a legnehezebb napokat idéző, szigorú fegyelemre intik az embereket. Szerintem ez egy jó figyelemfelhívás, de sokan figyelmen kívül hagyják, véli egy nő. A 2 héttel korábban kihirdetett tokiói vészhelyzet értelmében tilos az alkoholos italok fogyasztása a köztereken és a bárokban, a vendéglátóhelyeknek este 8 órakor be kell zárniuk. Vannak, akik szerint azonban nem a japánok mindennapi életét, hanem az olimpiai játékokat kellene korlátozni. Nincs rendben, ha az embereknek otthon kell maradniuk, de az olimpia mehet tovább, véli egy férfi. Bár az összes olimpiai versenyszámról eltiltották a nézőket, szurkolók tucatjai gyülekeztek a hétfő reggeli triatlon verseny mentén. Az eset után az olimpiai szervezőbizottság határozottan felszólította a szurkolókat, tartsák távol magukat a versenyektől. Kis Gábor István, a közmédia tokiói tudósítója elmondta, még a szurkolói zónát is oltóponttá alakították. Néhány héttel korábban úgy volt, hogy akár 10 000 ember is lehet a stadionokban, és aztán helyette lett az, amit most látunk a közvetítéseken, az üres lelátók, és a szurkolói zónákról is az a döntés született, hogy nem nyitnak ki, és hát egy igazi kényszer megoldás, valljuk be, de persze erre van inkább szükség, hogy oltóközpontot nyitott a tokiói városvezetőség. A szomszédos Dél-Koreában is drámai a helyzet. Vasárnap jelentette be a távol-keleti ország elnöke, újabb korlátozó intézkedésekről döntött a kormány, miután a múlt héten minden eddiginél több fertőzöttet regisztráltak. Több mint 12 ezer teszt lett pozitív 7 nap alatt, ez több, mint amennyi vírushordozót egész májusban azonosítottak. Moon Jae-in államfő azt mondta, az eddigi legsúlyosabb járványhullámmal néznek szembe, ezért 4 főben korlátozzák a gyülekezést, a vendéglátóhelyeknek ezentúl este 10 órakor be kell zárniuk. A dél-kelet-ázsiai Malajziában a hétvégén haladta meg az 1 milliót a regisztrált fertőzöttek száma. Robbanásszerűen emelkedik az aktív esetek száma, miután július elején terjedésnek indult az indiai delta vírus variáns. Vasárnap már több mint 17 ezer vírusteszt lett pozitív, közel 4-szer annyi, mint egy hónappal korábban. Megnehezíti a védekezést, hogy a 32 milliós lakosság mindössze 16%-a kapta meg mindkét adag védőoltást. A szomszédos Vietnámban is rekordokat döntöget a delta vírus variánssal fertőzöttek száma. Egyetlen nap alatt 7900 vírushordozót regisztráltak, túlnyomó többségüket az ország legnépesebb településén, a 9 milliós Ho Chi Minh városban.
És akkor jöjjünk vissza Európába. Két hónapon belül 100 000-re is emelkedett a fertőzöttek napi száma Németországban, ha csak nem gyorsítanak az oltási kampányon. Erről a német kancellária miniszter beszélt egy interjúban. Azt mondta, hogy jelenleg hetente 60%-os a növekedés, ezért sürgette a német lakosságot, hogy minél többen oltassák be magukat. A kancellária miniszter azt is mondta, hogy akiknek nincs oltásuk, azok korlátozásokra számíthatnak, még akkor is, ha van negatív tesztjük. Az oltás ugyanakkor nem lesz kötelező, ezt Angela Merkel német kancellár már korábban bejelentette. A 83 milliós Németország lakosságának csak 48%-a védett teljesen. Részletek jönnek Berlinből, Noll Katalintól. Folyamatosan gyorsul a járvány terjedésének a sebessége. Az elmúlt 24 órában például 400-zal többen fertőzöttek meg, mint egy héttel ezelőtt ugyanezen a napon, és hát értelemszerűen kúszik felfelé a fertőzés gyakorisági mutató, most már 14,3%, és összehasonlításképpen július elején volt olyan nap, amikor 4,9 volt ez a szám. Gyorsan terjed a delta vírus variáns Szlovéniában, és az új esetek már csaknem 80%-át a fertőző mutáns okozza. Ráadásul a napi új fertőzöttek száma is folyamatosan nő, miközben az oltási kampány döcög. A szomszédos országban a teljes átoltottság csupán 37%-os. Azért, hogy valamennyire meg tudják állítani a járvány ismételt terjedését, szinte minden szolgáltatás igénybevételét védettségi igazoláshoz kötik. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezett. A szolgáltatások igénybevétele, felvonók, éttermek, szálláshelyek használata, kültéri és beltéri vallási, sport és kulturális rendezvények összejövetelek látogatása mind-mind védettségi igazoláshoz kötött. És mától nem csak a rendőrség és az egészségügyi ellenőrök azok, akik a vendégektől kérhetik a védettségi igazolást, hanem kötelesek ezt megtenni a rendezvények szervezői, a vendéglátósok, a szállodai dolgozók. Újabb járványügyi szigorítások lépnek életbe mától Horvátországban. Azok a turisták, akik magas fertőzöttségi országból érkeznek, ilyen például az Egyesült Királyság, Oroszország vagy Ciprus, csak negatív teszttel léphetnek be az országba. Ez alól azok sem kivételek, akik már felvették az oltást. A tengerparti megyékben védettségi igazolás nélkül legfeljebb 50-en vehetnek részt rendezvényeken. Romániában szabad nap jár azoknak, akik elmennek beoltatni magukat. Annyira lassan halad ugyanis az oltás, hogy így próbálják buzdítani a lakosságot, hogy vegyék fel valamelyik vakcinát. A szomszédos országban a beoltható lakosság csupán 29%-a kapott vakcinát, pedig a delta variáns Romániát sem kíméri. Bukarestből Demeter Katalin jelentkezett. A szabadnapot az oltási igazolásra alapozva lehet igényelni a vakcina mindkét dózisának beadatásakor. A munkavállalóknak a rendes pihenőszabadságon felül jár egy-egy fizetett szabadnap, a diákoknak, egyetemi hallgatóknak pedig ez felmentést jelent az óralátogatás alól. Ugyanakkor a kiskorú diák beoltásakor kötelező a szülő vagy a gyám jelenléte, ezért ők is jogosultak a szabadnapra, és csak akkor nem jár ez a bizonyos szabadnap, ha valakinek a munkahelyén is van lehetősége megkapni az oltást. Holnaptól már turisztikai céllal is beutazhatnak a beoltott orosz állampolgárok Magyarországra, ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be egy internetes videóban. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszországban már néhány hete utazhatnak magyarok negatív PCR-teszttel. Hozzátette azt is, hogy ettől a lépéstől a turizmus fellendülését is várják. A magyar gazdaság szektorai közül a turizmus volt az talán, amely az egyik legnagyobb kár szenvedte el a világjárvány miatt életbe lépett korlátozó intézkedések nyomán. Az orosz turisták körében Magyarország mindig is egy kedvelt utazási célpont volt, így az orosz turisták, a beoltott orosz turisták újra Magyarországon történő megjelenésével a magyar turisztikai szektor kap egy nagy segítséget. Minimális a valószínűsége annak, hogy súlyos lefolyása lesz a betegségnek annál, aki már beoltotta magát, vagy beoltatta magát. Erről beszélt a Kossuth Rádióban Rusvai Miklós. A virológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyaralási szezon alatt és a delta variáns terjedése miatt emelkedhet a fertőzések száma, ezért is fontos, hogy aki még nem tette, oltassa be magát. Anafilaxiás reakció valaha élete során fordult elő. A gyógyszerérzékenységét ellenőrzik egy oltásra érkezőnek a pécsi oltóközpontban. Ez már az utolsó fontos lépés a vakcina beadása előtt. Tartsa minél lazábban. Ezután egy kis szúrás és kész is, és már jöhet is a következő oltásra érkező. Pécsen minden nap várják az oltakozni vágyókat. Ezen a héten négyféle vakcina közül választhatnak, akik most regisztrálnak.
A tervek szerint itt összesen több mint 2000 adag oltóanyagot adnak be a következő 7 nap során. Először azért oltattam be magam, mert úgy volt még, hogy a buli helyekre kell a védettségi. Azóta már nem kell, de gondoltam a másodikat is beadatom, hogyha visszajönne a koronavírus járvány. És hát igazából azért mégis jó, hogy van oltásom. Körülbelül 1000-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki lélegeztetőgépre kerül akkor, ha nem oltatta magát, mint ha esetleg oltatta magát. Nagyon csekély a valószínűsége annak, hogy súlyos állapotba kerülnek azok, akik már éltek az oltás lehetőségével. Erről Rusvai Miklós beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A virológus hangsúlyozta, hogy a fertőzöttek száma a nyaralási szezon miatt emelkedhet majd a következő időszakban, ezért nagyon fontos, hogy aki csak teheti, oltassa be magát. Az oltás a fertőződés ellen nem véd, tehát a fertőzöttek száma növekedni fog. Nekünk az a fontos, hogy ne növekedjen a kórházban ápoltak száma, ne növekedjen a lélegeztetőgépen lévők száma, ne növekedjen a halottak száma. Az oltásnak az a feladata, hogy ezt megakadályozza, és nem az, hogy a fertőzést megakadályozza. Magyarország járványügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország. A teljes lakosság átoltottságát tekintve továbbra is az első között van az Európai Unióban. Hazánkban a beoltottak száma már 5.596.543 fő, közülük 5.374.864 fő pedig már a második oltását is megkapta. A hétvégi összesített adatok szerint 161 új fertőzöttet regisztráltak, 55 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ugyanakkor nincs újabb elhunyt Magyarországon. Az új agresszív delta vírus mutáns azonban több európai országban erősen terjed. Ezért is fontos, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Erről Szent Királyi Alexandra beszélt. A kormány szóvivő elmondta, hogy külföldön sok helyen már érezhető a negyedik hullám. Ráadásul egyre több delta típusú koronavírus fertőzöttet azonosítanak Európában. Hangsúlyozta, hogy augusztus 1-től már elérhető a harmadik oltás lehetősége is hazánkban. Lehetővé tesszük először Magyarországon a harmadik oltásnak a beadását, amely egy pluszvédelmet tud jelenteni, illetve hát megerősítjük azt is, hogy a 60 év felettiek, akik a leginkább veszélyeztetettek a vírussal kapcsolatban, ők is kapjanak egy plusz impulzust, őket személyesen fogják megkeresni, amennyiben még nem oltatták be magukat, ők felvehetik ezt az oltást akár otthon, akár a rendelőben is, és külön oltási akciót szervezünk a gyermekek beoltására is, ők az iskola kezdés előtti napokban a szüleik beegyezése mellett kaphatják majd meg ezt az oltást. A koronavírus elleni harc újabb lépéseként a kormány úgy döntött, hogy bevezetik a kötelező oltást az egészségügyben, ezzel is védve a betegeket és a kórházban dolgozókat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint más területeken is biztosítani kéne a munkaadóknak a jogot, hogy kötelezzék az oltás felvételére a munkavállalókat. Szerintük a gazdaság újraindítását és az újabb lezárásokat ezzel lehet csak elkerülni. Magyarok háromnegyede úgy látja, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban. Erről beszélt a Nézőpont csoport igazgatója az M1-en a Kutatóintézet országos felmérése kapcsán. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez az adat nagyon erős támogatást jelent. A kutatásból kiderül az is, hogy a baloldal teljesen megosztott a témában, ez pedig a kormánynak kedvez. Záporoztak a bírálatok, a szidalmak és a fenyegetések a hónap elején az Európai Parlamentben a baloldali és a liberális képviselőktől Magyarországra, mert annak kormánya másként képzeli el a gyermekek védelmét, mint ők. Az Európai Bizottság elnöke megígérte, hogy a testület mindent megtesz annak érdekében, hogy azt módosítsák. Azóta az uniós testület el is indította a kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. Brüsszel hadjáratot indított Magyarország ellen, mondta Szent Királyi Alexandra a Kossuth Rádióban. A kormány szóvivő hangsúlyozta, azt sérelmezik, hogy Magyarország nem szeretné, ha LMBTQ aktivisták végezzék el az óvodákban, az iskolákban a szexuális felvilágosítást, és emiatt folyamatosak a támadások. A gyermekvédelmi népszavazásról szólva kifejtette, megvan az eredménye annak, ha nem csak a kormány, hanem az emberek hangja is elhallatszik Brüsszelbe. Példának a 2016-os kvóta népszavazást hozta fel.
akkor is az emberekkel közösen, kb. 3,5 millió magyar ember nemjével közösen sikerült azt elérnünk, hogy nem csak Magyarországot tudtuk megvédeni az illegális migrációtól, hanem Európának is nagyon sokat tudtunk segíteni. Látjuk, hogy 80-90% körüli támogatást élveznek ezek az ügyek, ugye egy bizonyos válaszra, és hát éppen ez az, ami a baloldalnak egy fejfájást okoz. A gyermekvédelmi törvényről szóló referendum esetében is hasonló helyzet alakulhat ki, akár csak 2016-ban a kvóta népszavazáskor. Erről beszél Deák Dániel a ma reggelben. A 21. század intézet vezető elemzője hozzátette, a nemzeti konzultáció is egy erős politikai cselekvésnek minősül, a népszavazás azonban még erősebbnek. Sokkal nagyobb erőt is mutat az, hogy mondjuk akár 3 milliónál is több ember részt vesz egy ilyen népszavazáson, és egy irányba mondanak véleményt. 2016-ban azt láttuk egyébként, hogy ennek hatására például a magyar belpolitikai viták során is, és a brüsszeli viták során is, hát sziklaszilárd maradt a magyar álláspont, és mind a mai napig változatlan ugye bevándorlás ügyében. Most is egyébként a gyermekvédelmi törvény kapcsán hasonlóra lehet számítani. A magyarok háromnegyede úgy látja, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban. Erről beszélt a Nézőpont csoport igazgatója az M1-en a Kutatóintézet országos reprezentatív felmérése kapcsán. Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, az, hogy a túlnyomó többség 4-ből 3 magyar felnőtt állampolgára kérdésben a kormány álláspontjával ért egyet, nagyon erős támogatást jelent. A migráció esetében láttunk hasonlót, a rezsicsökkentés esetében láttunk hasonló arányokat. 75-25-80-20%, ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége ezzel a, ha tetszik, konzervatív állásponttal ért egyet, hogy a szülők feladata a gyermekeiknek a nagy kérdésekről való nevelésében, oktatásába beleszólni, és a nagy kérdések közé tartozik a szexuális nevelés is. Mráz Ágoston Sámuel hozzátette. A felmérésből kiderült az is, hogy a megkérdezettek közül a kormányfőt támogatók nagyon egységesek a témában, 86%-uk a kabinettel ért egyet. Az igazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali szavazótábor megosztott. A kormányfőt nem támogatók 56%-a is úgy látja, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban. Hozzátette, az egység a kormányoldalnak kedvez, mert a szavazatokra váltható, míg a megosztottság, a belső vita nehéz kihívás elé állítja a baloldalt. Egyre nő az ellenállás Svédországban a kiskorúak nem átalakító műtétei miatt. A botrány 2 éve robbant ki, amikor kiderült, hogy rekordokat dönt az ilyen beavatkozások száma. A Mandiner arról írt, hogy az átalakításokat lehetővé tévő rendelkezéseket az LMBTQ lobby nyomására fogadta el a svéd parlament. Svédországban 2 éve dagadt országos méretűvé az a botrány, amelyben az LMBTQ lobby hatására 10 év alatt 1500%-kal nőtt a nemi diszfóriás, vagyis a saját nemi identitásukkal elégedetlen, ezért depressziós emberek száma. Erről ír a Mandiner. Az internetes lap szerint ez főleg a fiatal svéd lányokat érinti. A Mandiner azt írja, ezeket az eseteket többségében nem pszichológiai kezelésekkel próbálták gyógyítani, hanem lényegében mindenkinek a nem átalakító műtéteket írták elő a szakemberek. 10 év távlatában azonban több nemi átalakításon átesett fiatal, immár felnőttként, azzal állt elő, hogy az LMBTQ lobby és a svéd orvosok egy csoportja lényegében tengeri malac módjára kísérletezett velük. Egy helyi lap arra hívta fel a svéd közvélemény figyelmét, hogy a gyerekek hormonkezelése és műtéte egy nagy kísérlet, amely jó eséllyel az ország egyik legsúlyosabb orvosi botrányába torkolhat. I'm female. Ezt erősíti egy nemrég bemutatott svéd dokumentumfilm is, amelyben egy Sametti nevű férfinek született, de ma már magát nőnek való ember arról beszélt, hogy már megbánta, hogy visszafordíthatatlan, nem változtató kezelésnek vetette magát alá. De egy Jennifer nevű 32 éves transznő esete is napvilágra került, aki a műtétje után 4 évvel felakasztotta magát. Többen a stockholmi Karolinska Egyetem kórházát kezdték ezután támadni, hiszen időközben az is kiderült, hogy kettős masztektómiát, vagyis a nemi szervek eltávolítását hajtottak végre több 14 évesnél fiatalabb gyereken. Az újságcikkben arról írnak, a Karolinska nem állít meg senkit, gyakorlatilag 100%-ban mindenki megkapja a nemi átalakítást. Az ügy legutóbbi fejleménye, hogy egy korábban a nemi átalakítást népszerűsítő transznő bocsánatot kért. Azt mondta, ha ma kellene dönteni, akkor valószínűleg nem végeztetne el magán ilyen korrekciós műtétet.
Bár pártja az olimpia ellenes népszavazással lett ismert, Cseh Katalin az olimpiai pályázattal is pénzt keresett volna. Erről írt hétfőn a demokrata.hu. A hírportál felidézi, hogy az irányítása alatt álló cég a később nyertes uniós pályázatában kifejezetten a 2024-es magyar olimpiai pályázathoz is ajánlotta az egyik technikai megoldásukat. A demokrata.hu úgy fogalmazott, hogy annak a pályázatnak benyújtása, ami egyebek mellett a budapesti olimpia rendezés elősegítésére hivatkozik, az olimpia rendezés ellen közben aláírásokat gyűjtő Cseh Katalin nevéhez fűződik. Cseh Katalin is üzleti körének több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásával és pályázataival kapcsolatban a múlt héten robbant ki a botrány. Azóta már a gazdasági versenyhivatal is vizsgálódik, a momentumos politikus azonban cáfol mindent. Magyarország sokat profitált a türk országokkal folytatott gazdasági együttműködésből, erről beszélt Szijjártó Péter Isztambulban. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország 2010-ben hirdette meg a keleti nyitás politikáját, és ez idő alatt 77%-kal nőtt a magyar export a türk tanács tagállamaiba, azaz Azerbajdzsánba, Kazasztánba, Kirgizisztánba, Törökországba és Üzbegisztánba. Eközben a kereskedelmi forgalom is megduplázódott, és csak idén eddig 43%-kal nőtt a magyar kivitel ezekbe az országokba. A keleti nyitás stratégiája bevált, a döntés helyesnek bizonyult, és a keleti nyitás stratégián belül a türk országokkal fenntartott kapcsolatainkból is a magyar gazdaság, és úgy általában Magyarország is nagyon sokat profitált. Dacára sok-sok bírálatnak helyes döntést hoztunk. 10 milliárd forinttal támogatja a hazai startupokat a kormány a Széchenyi Alapok alapkezelőn keresztül, ezt a pénzügyminiszter jelentette be. Varga Mihály elmondta, hogy ez az eddigi legnagyobb ilyen program az országban. Hozzátette még, hogy a program célja, hogy az állami támogatással a magyar startup cégek és a magyar gazdaság is fejlődjön. A befektetést nem közvetlenül a startup vállalkozások kapják, hanem azok a szakmai befektető vállalkozások, amelyek a startupokkal foglalkoznak. Ez azért fontos és azért hasznos, mert ezekben a szakmában inkubátornak, vagy accelerátor vállalkozásoknak hívott tanácsadással, mentorálással foglalkozó cégekben megvan az a szakmai tudás és tapasztalat, hogy képesek legyenek a lehető leghatékonyabb befektetéseket és a legéletképesebb induló vállalkozásokat megtalálni és támogatni. Lezárult az idei első fél év legjelentősebb orvostechnológiai eszközbeszerzése, amely 6 fővárosi és Pest megyei kórházat érint. Összesen 2,5 milliárd forint értékben 377 darab modern eszközzel gyarapodtak az intézmények. A Péterfi Kórház Fiumei úti baleseti központjában például egy hibrid műtőt alakítottak ki. Kásler Miklós miniszter a szuperműtő átadásán azt mondta, hogy az egészséges Budapest program keretében számos újítás történt. A legkorszerűbb technológiával, eszközökkel, műszerekkel felszerelt műtőt adunk át, amin olyan képalkotó diagnosztikai lehetőség van a műtőn belül, amely a beteg anatómiáját, illetve patoanatómiáját ott helyben mozgatás nélkül az operatőr tájékoztatására rendelkezésre bocsátja, tehát azonnali cselekvési lehetőséget teremt. Cigaretta mellett kábítószert is árult egy budapesti dohánybolt eladója, akit a rendőrök munkaidőben fogtak el. A férfinál 750 ezer forint értékben találtak drogot, ezért őrizetbe vették és eljárás indult ellene. A trafikos január óta árult a pult alól a kábítószereket. De nem csak ő bukott le, hanem két visszatérő vásárlója is, ők azonban szabadlábon védekezhetnek. Előzetes vizsgálatok alapján feltehetően a sofőr okozta a tegnap reggeli horvátországi buszbalesetet, amelyben 10 életüket vesztették. A sofőr azt mondta a rendőrségnek, hogy egy pár pillanatra elaludt a volánnál. A koszovói miniszterelnök Albin Kurti a horvát miniszterelnök társaságában látogatott el a vasárnap hajnali buszbaleset túlélőihez, a Slavonski Brodi kórházba. Albin Kurti köszönetet mondott mindenkinek a gyors és szakszerű segítségnyújtásért, és biztosította az áldozatok hozzátartozóit, hogy minden segítséget megadnak a számukra. Az utasok nagy része még aludt, amikor a borzalmas baleset bekövetkezett. Most arra kell koncentrálnunk, hogy át tudjuk vészelni ezt az időszakot. A túlélőknek gyors gyógyulást kívántam, és biztosítottam őket, hogy megfelelő kezekben vannak a horvát orvosoknál.
Nyilatkozta Kurti a kórházi látogatása után hozzátéve, hogy július 26-a gyásznap lesz Koszovóban. A katasztrófa vasárnap hajnalban történt a horvátországi A3-as autópályán Szlavonszki Brod városától nem messze. A nagyrészt koszovói vendégmunkásokat szállító jármű Németországból tartott a koszovói főváros Pristina felé, amikor hirtelen lesodródott az útról és felborult. A járművön összesen 67 utas volt, valamint a busz két sofőrje. 10 már a helyszínen életüket vesztették, köztük az egyik buszvezető is. Sokakat életveszélyes sérüléssel vittek kórházba. Egy hangos zajt hallottam, aztán csak annyit vettem észre, hogy én és a többi utas már az árokban fekszünk. Sérülteket láttam és halottakat. Borzalmas látvány volt, mesélte megrendülten az egyik túlélő. A buszt vezető sofőrt őrizetbe vették, ugyanis az előzetes vizsgálatok alapján feltehetően ő volt a felelős a balesetért, bár a pontos körülményeket továbbra is vizsgálják. A sofőr azt mondta, elaludt egy pillanatra, de hamarosan fényderítünk a pontos történésekre, jelentette ki Szlavonszki Brod helyettes ügyésze. A hatóságok közleménye szerint a sérültek többsége stabil állapotban van, így remélhetőleg hamarosan felépülnek. A buszon több gyermek is utazott, náluk a legfontosabb feladat a mentális trauma kezelése lesz. Árvíz pusztított Londonban, a heves eső következtében folyamokká váltak az utak a brit főváros keleti és északi negyedeiben. A bokáig érő víz több épületet elárasztott, köztük két kórházat is. A tűzoltókat 300 helyszínre riasztották, néhány óra alatt több utat le kellett zárni. 9 ember vesztette életét egy földcsúszhamlásban India északi részén a Himalájában. Egy szemtanú telefonjával rögzítette a hajmeresztő pillanatot, amikor több tonnás szikladarabok gördültek le a közeli hegyoldalon, és elpusztítottak egy hidat Himachal Pradesh államban. A halálos áldozatok kivétel nélkül egy buszban utaztak, amit elsodort a hegyomlás. Mindannyian turisták voltak, többségük a fővárosból, Delhiből érkezett. És amíg a világ más tájain például az esőzések, addig itthon a kánikula nehezítheti július utolsó napjait. Ezen a héten sok helyen 35 vagy akár 37 fok is lehet, és a napozással is érdemes vigyázni. A részletekért kapcsoljuk most meteorológusunkat, Fejős Ádám kollégámat. Ádám, mire számítsunk a következő napokban, és egyébként hogyan hat a szervezetünkre ez a mostani időjárás? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Kellemetlenül, tehát mindenképpen arra számítsunk, hogy az extrém UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között a bőrvédelemre is fontos odafigyelnünk, ahogyan a front helyzet is trükkösen alakul, hiszen nem lesz front átvonulás, tőlünk nyugatra található egy hullámzó frontrendszer, ennek az előoldalán érkezik a déli, délnyugati széllel a döntően száraz légtömeg. Az előttünk álló éjszakai, illetve hajnali órákban itt a Kárpát-medencén belül sem fog kifejezetten felfrissülni a levegő, így valószínűsíthetően rosszul fogunk aludni a következő napokban, hiszen 20 fok körül lesznek a minimumok, sőt, nézzék csak meg, itt az Alföld déli, délkeleti részein a 22-23 fokos minimumok sem lesznek ritkák. Ehhez képest aztán a felmelegedés az nem lesz csekély, hiszen a délnyugati áramlás sok felé erőre kap, viharos közeli lökések kísérhetik majd az alapáramlást, ráadásul a helyenkénti zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat majd a szél. Ez füllettséget is okoz, 31 és 38 fok között lesznek a csúcsértékek, tehát ahol ennyire meleg lesz, ahol extrém hőség lesz, ott mindenképpen figyeljünk arra, hogy hűtsük magunkat, hiszen 36 fokos az emberi szervezet jobb esetben, és a 37-38 fokban nincs lehetőség a direkt hőleadásra, úgyhogy figyeljünk magunkra is, és figyeljünk egymásra is. Fejős Ádámnak köszönjük szépen, és akkor friss információkkal pedig következik adás után a megújult időjárás jelentés. Milyen szerepe van egy új kagylófajnak a Balatonban, vagy mi kellett ahhoz, hogy kevesebb legyen az orv halászata magyar tengeren? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Áder János legújabb Kékbolygó című podcastje, amelyben Szári Zsolt, a Balatonért felelős miniszteri biztos volt az államfő vendége. A teljes műsor hanganyaga mától elérhető az interneten. Orvhalászok, ahogy említetted, korábban is voltak, ma is vannak. A Balaton élővilágáról, a vízszintjéről és az orvhalászok büntethetőségéről is szó volt Áder János legújabb internetes műsorában. A köztársasági elnök Szári Zsolttal, a Balaton élővilágáért felelős miniszteri biztossal beszélgetett. Most már nem csak az orvhalászathoz használt eszközöket, hanem az ahhoz használt csónakot, sőt,
a gépjárművet, tehát az autót is például, amivel lementek a vízpartra, azt is el lehet kobozni, és azt is lényegében el lehet veszíteni a rabsickodás következtében, sokkal magasabbak a büntetési tételek is, tehát akár egy nagyobb értékű halzsákmánynál, hogyha lebukott a rabsic, börtönbe is lehet vonulni. Az elmúlt években egyre kevesebb az orrfalász a Balatonon, de azért még akadnak, akik próbálkoznak, mondta el a vízügyi szakember. Egy olyan társaságot kaptunk el, akik három mázsa harcsával és ezt gerebjezéssel fogták, ott egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték az ebben résztvevőket. Áder János azt mondta, hogy a tó vízszintje meghatározza az élővilágát is, ezért a helyi szakemberek hozzáértése szükséges, hogy azt egyensúlyban tartsák. Ha rossz a vízkormányzás, akkor a déli part egy jelentős része lényegében sivataggá, a part széle legalábbis akár 100-150 méter hosszban is sivataggá válik. Egy új kagylófaj jelent meg az elmúlt évtizedben a Balaton vizében, amely nem csak a halak, hanem a víz számára is nagyon hasznos, mondta el a Balatonért felelős miniszteri biztos. Egy elképesztő táplálékbázisa van a pontyfélék közül a pontynak, karikakeszegnek, bodorkának és már az idősebb korosztályú dévérkeszegnek. Hát ez kifalhatatlan mennyiségben van. Azon kívül pedig azt se felejtsük el, hogy ez a kagyló, egy kis kagyló az egy liter vizet átszűr naponta, tehát igen nagy a szűrő tevékenysége is, és ez is többek között hozzájárul ahhoz, hogy tisztának látjuk a vizet. A teljes beszélgetés meghallgatható az interneten. A balatoni élővilágot érintő témakörben szó esik még a nagyhalak védelméről és más vízivilágot érintő kérdésekről is. És ez volt a híradó déltől, és már is jön vissza Csanádi Kristóf a Nemzeti Sporthíradóval, benne a magyar vonatkozású sporthírekkel.